Balogh Zoltán református püspök kommunikációjának most már elemévé vált, az is, hogy az LMBTQ közösség külső támadásaitól kell megvédeni a református egyházat, ezért van szükség rá. Erről beszélt a püspök itt van nálunk a stúdióban. Kovács Eszter, politológus a Bécsi Egyetemről. Kezítsoklom, köszönöm, hogy eljött hozzánk így reggel. Az LMBTQ lobbyra való hivatkozás, az mennyire állhatja meg a helyét? Ez nyilván egy kommunikációs panel, ebből, ezzel Semmi meglepőt nem tett a lelkész úr, ez teljesen bevett a keresztény egyháza a kivatkozási alapjában, nem csak Magyarországon egyébként, és nyilván, ha mondjuk visszaemlékezünk Orbán Viktor Mácius 15. beszédére, ott is elhangzott a gender propaganda, gender lobby, mi mindentől kell megóvni a gyermekeinket, tehát, hogy az a, ha arról van szó, hogy... Össze kell rántani a közösséget, akkor mindig hasznos felmutatni egy ellenséget, ami minket támad, ami miatt most össze kell tartanunk, és nem lehetünk megosztottak. Nagyjából erről szólhatott az ő részéről is ez a hivatkozás. Milyen társadalmi érzületre épít ez az úgynevezett érvelés? Hát nyilván ennek már ö, meg van ágyazva az elmúlt években, ö, 10, 2017 óta hergel a kormányzat a gender fogalma ellen, az isztambuli egyezménnyel a társadalmi nevek tanulmánya ellen indult, és 2020 óta pedig a szexuális és nemi kisebbségek ellen, tehát hogy gyakorlatilag ez már be van járatva, lehet tudni, hogy erre lehet hivatkozni. Ö, nem tehát nem látszik olyan, hogy erre lenne társadalmi kereslet, hogy így, ú, igen, az emberek kimondottan utálnák a meleg vagy a leszbikus embereket, de, de onnantól. Attól, hogy... hogy mondjuk így elletnek bennünket, meg a gyerekeinket átoperálják az óvodában. Tehát valamilyen fajta viszonyulást, nem feltétlenül intellektuálisan megalapozott viszonyulást, de mentálisan vagy lelkileg megalapozott viszonyulást ki lehet alakítani. Igen, és ez ki is alakította már a, a kommunikációs gépezetet. Erre utalok, hogy ez már ennek gyakorlatilag meg van ágyazva, tehát ez nem a semmiből érkezik. Ami ezt nehézé teszi, hogy... Itt egy nagyon sok minden összemosódik, tehát nyilván a szexuális és a nemi kisebbségek megbélyegzése zajlik, ugye nagyon erős eleme volt ennek, amikor a, a gyermekvédelmi törvényben a pedofiliát összekapcsolták a melegséggel, ami nagyon, hát ilyen brutális támadás, de hogy valójában itt olyan dolgokra tud rámutatni a kormányzat, és ez az, ami nehéz, itt teszi az erről való kommunikációt, hogy Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ugyan nem tolják be, futószalagon a gyerekeket a műtétekre. De az, hogy mit kezdjen a társadalom, mit kezdjen az oktatás azzal, hogy gyerekek más neműnek érzik magukat, vagy akár nem is fiúnak, nem is lánynak, hanem valami egész másnak, ezzel kapcsolatban kiterjedt viták zajlanak, és erre az érzületre, ha a kérdésére visszautalva, amit az emberek olvasnak nem csak a kormány közeli sajtóból, hanem nyilván kinyitják a bármelyik nyugat-európai orgánumot, vagy a törvényjavaslatokat, amit megszületnek, lehet látni, hogy hát azért valami történik, amiről nagyon nehéz beszélni, nem, nem is lehet ezt három perc nem, nem, alatt és Erre lehet ö, ö, utalni, hogy tessék, mi Orbán Viktor kiáll a határa, vagy most éppen Balog Zoltán, és megvédi az egyházat, az országot ettől a bonyolult ö, dolog. To? Ugye a, egyrészt az LMBTQ lobby a jelentett veszélyre hívja fel a figyelmet Balogh Zoltán, ami ellen ő tudja megvédeni az egyházat. Másrészt pont itt a Bicskei ügyben az elsőrendű vádlott és elítélt, ő egyébként a saját neméhez tartozó fiúkat zaklatta. Hát pont az ügyben van egy olyan dolog, ami nem kívülről, hanem belülről történik. Az egyházat tekintve nem is, de magának az ügynek a, a, az esemény horizontján belül történik. Viszont Lázár János sem volt részt kihasználni ezt az alkalmat, amikor azt mondta, hogy csak úgy megjegyezném zárójelben, nagyjából így ez volt, hogy egyébként meleg volt az az igazgató, kizaklatt a, a gyerek. Nem állítok semmit, nem mondok semmit, de meleg volt a pedofil. Ez, ez mennyire alakítja a közfigyelmet az ügyel kapcsolatban, vagy csak a szokásos feszültségfenntartásról van szó? Hát leginkább úgymond kapóra jött ez a tény ö, nekik, hogy akkor megint el lehet mondani, hogy a melegek azok sokkal inkább pedofilak, amire nyilvánvalóan semmilyen ö, bizonyíték nincsen, ö, de ez azon kívül, hogy a, a meleg férfiakat stigmatizálja, és egy olyan dologgal vádolja meg, ami nem jellemzőbb rájuk, mint a heteroszexuálisakra, azt az üzenetet is küldi, hogy valójában a heteroszexuális férfiak által kislányok sérelmére elkövetett szexuális abúzus, mintha kevésbé lenne fontos. Tehát, hogy szerintem még van ez a, az aspektus is, hogy nem csak a melegekkel szemben, hanem a, az akkor egy kicsit jobb volna, hogyha egy az otthonban a lányokat zaklatta volna. Nem. Tehát nem A természetes, ugye? A, nyilván nem. Igen, Tehát igen. A, a, akkor, amikor a kormány arról beszél, és ő is arról beszél, hogy a nyugati sajtóban, egyetemeken, intézetekben van vita arról, hogy ö, bizonyos helyzeteket hogyan kezeljenek. Például, amikor nem eldöntött egy fiatal számára önmagának a, a nemi vagy a szexuális identitása, hogy a kettő az nem teljesen ugyanez. Erre azt mondhatja a magyar kormány, lámott van erről vita, ami azt jelenti, hogy tehát ez vitatható kérdés? Nem, ez nem vitatható kérdés ennyire egyszerű volna a dolog, hogy mivel ott vitáznak róla, ezért vitatott, mi meg azt mondjuk, hogy mi ezen nem vitatkozunk. De hogy mondjuk a, a magyar kontextusban ezt az nehezíti meg, és ezt a, az ellenzéki nyilvánosság is mutatja, hogy mindent annyira ledominál az, hogy a, ahogyan a kormányzat ezt tematizálja, hogy a, mindenki beleszorítva érzi magát abba a pozícióba, hogy hát álljunk ki a szexuális és nemi kisebbségek ellen, ez brutális és embertelen, ami ö, kommunikációs támadásnak ki vannak ők téve. Ö, de hogy ö, ha ebből így kilátnánk, hogy nem minden, Orbán, Anti-Orbán tengeren zajlik, akkor ö, ö akkor meg lehetne nézni, hogy ráadásul nem is jobb és baloldal között zajlik. Csak mert ugye a magyar kormányzat ezt úgy mutatja be, hogy a normalitás, a gyerekek, a családok, a civilizáció az csak a jobb oldal oldalán van, és ö, mindenki más, a baloldal az ellenzék, és ez az, az egész LMBTQ lobby, meg a minden lerombolásán, De hogy ennél sokkal, ö, hogy mondjam, összetettebb viták zajlanak, ö, nemi átalakító klinikák protokolljairól, a törvényi szabályozásokról, ahol van sokkal több, Pozíció jelenik meg, mint ellene vagy mellette. Uh, és nyilván a magyar kormányzat itt azt mondja, hogy nem, itt húzunk egy vörös vonalat, a gyerekeinket ne bántsák, és úgy uh, Orbán Viktor kell ahhoz, hogy uh, megvédje ettől a uh, világot, tehát hogy ők is lefolytják uh, ezt a vitát teljesen, hogy ezt ki lehessen bontani. Hogy egészen pontosan mi is zajlik, mi az, ami itthon zajlik, vagy zajlódhat, uh, uh, mit kellene ezzel kapcsolatban tenni? Kovács Eszter politológusnak a Bécsi Egyetemről köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm.